Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném folytatni ott, ahol az előbb abba hagytam. Tehát azt gondolom, hogy botrány, hogy Magyarországon nincs tévéközvetítés az ország legfontosabb vitájáról. A költségvetési törvény vitája minden ország és minden demokrácia életében az év legfontosabb eseménye, amelyet nem üres sorok előtt és kikapcsolt kamerák előtt kéne folytatni. Nyilván önök mérlegelték azt a rizikót, hogy mi kínosabb, hogy ez a fajta vita látszik az országban, és hogy a rezsicsökkentés és az elmúlt 8 évezés uralja a vitát, vagy az, hogy értelmesen ellenzéki képviselők esetleg elmondják, hogy mit tennének ezzel az országgal. Én erre készülök, és azt gondolom, hogy az interneten, aki követi a vitát, az fogja látni, hogy mik azok a javaslatok, amiket 3 évvel ezelőtt gyerekek, nők ügyében például letettünk az asztal, és mi az, ami ebből lassan megvalósulni látszik. Tehát vannak ennek eredményei ennek a munkának, még ha el is próbálják rejteni. Általában a költségvetésről ugye elmondtuk, hogy ez természetesen a választásokig fog élni, ezt nyilván minden felelős közgazdász pontosan tudja és kiszámította. Eddig is 2 hónapig éltek a költségvetések, folyamatos, ugye februárban már zárolásokkal kezdtek, összességében az elmúlt év során 2000 milliárd forinttal rövidítették meg az embereket. Tehát nyilvánvalóan ez most sem lesz másképp, de én ezt a költségvetést olyan szempontból szeretném kiemelni, hogy ez az az utolsó költségvetés, amiben ha valami nincsen benne, az már egészen biztosan nem fog megvalósulni a kormány ígéreteiből. Ebből egyetlen egy dolgot emelnék most ki, az a rezsiblöv helyetti valódi rezsicsökkentés, ami benne volt az önök kormányprogramjában. Önök 500 milliárd forintot ígértek arra, hogy zöld munkahelyekkel teremtésével 80 ezer munkahelyet lehetne ezzel teremteni, valódi rezsicsökkentést, méghozzá fenntartható rezsicsökkentést valósítanak meg, épületek szigetelésével, épületek energiahatékonyságának növelésével. Ebből az ígéretükből 5 milliárd lett, tehát 1% valósult meg a valódi, fenntartható és munkahelyeket teremtő rezsicsökkentésről. Az, amit itt most mindenki más az LMP-n kívül megszavazott, az egy blöff, és ehelyett az alternatívát már letettük az önök asztalára korábban. Azt remélem, hogy talán egy ponton rá fognak jönni, hogy ez nem fenntartható, és átállnak a valódi fenntartható megoldásokra. Amit még általánosabban fontos elmondani, és ezt az önök felelőssége belátni, hogy ami most itt a családi támogatások kapcsán hangoztatják, hogy a szegényeknek is végre jut valami így a vége felé, azért azt pontosan kell látni, hogy minden egyes olyan forint, amit eddig a haveroknak juttattak a különböző mutyikon és korrupción keresztül, az minden alkalommal egy magyar ember munkáját veszi el. És ebben a felelősséget a kormánynak vállalni kell, mert ez nem azt jelenti az önök propagandájával szemben, hogy itt valamiféle külföldi vállalatok részesednének, hanem az önök által korrupciós ügyek garmadáján keresztül megbízott haverok veszik el a magyar emberek munkáját. És rátérve arra a témára, amiért bejelentkeztem hozzászólásra, az önök fő érve idén a költségvetés kapcsán az az, hogy végre a szegényebbeknek is jut a családi adókedvezményből. Azt gondolom, hogy ez pontosan a belátása, hogy 3 évvel ezelőtt az egykulcsos adó és az a fajta családi adókedvezmény, ami kizárólag a magas jövedelműeket honorálta, az egy súlyos kudarc volt és súlyosan elszegényítette Magyarországon azokat a rétegeket, akiknek a legnagyobb gondja a gyermekvállalás. De amiben próbáltam felhívni a figyelmemet, úgy látom hiába, hogy nem a pénztámogatások hozzák a megoldást a gyermekvállalás ügyében. 3 éve mondjuk önöknek, hogy vegyék észre a rugalmas munkahelyek és a megfelelő, megfizethető és rugalmas gyermekellátási formák azok, amik végre nem azt fogják eredményezni, mint most, hogy zuhannak a születésszámok, és nem a családok elszegényedését okozzák, hanem újabb gyerekek vállalására és adófizető, munkába álló nők 10 000-eit jelentik. Nemrég kijött egy adat arról, hogyha minden nő Európában tudna dolgozni, aki szeretne dolgozni,
az 13%-kal emelné meg a GDP-t 10 éven belül. 13%-kal. Amikor önök itt teljesen, hát finoman szóval, hasraütésszerű növekedéseket jósolnak és prognoszizálnak, azzal szemben ez egy pontosan kiszámítható adat. Azzal, hogy önök a nőket próbálják kifele szorítani munkaerőpiacra, és nem bevonni, nem segíteni azt, hogy munkába állnak, ezzel az ideológiai vaksággal komoly, súlyos GDP-veszteséget okoznak ennek az országnak, ami azt gondolom, hogy kártékony. Mi tehát a megoldás? Most, hogy jelenleg átlagosan 4,7, tehát majdnem 5 évet töltenek otthon az anyák a gyermeknevelés ideje alatt, gyermekgondozás miatt, úgy, hogy ebben a férjük, a partnerük, a férfi a háztartásban nagyon keveset vesz részt. Így elveszítik azokat a képességeket, amiket egy modern munkaerőpiacon egy nőnek szüksége van ahhoz, hogy vissza tudjon menni a munkahelyre. Tehát a felük nem tud visszamenni. Ez egy nagyon súlyos szám. Ha önök továbbra is azt az érvelést mondják, hogy a nőnek otthon a helye, ezzel a nőkkel szúrnak ki, és anyákkal, és azzal a népesedési krízis csak erősítik. Ami a megoldás pedig, azt mi letettük az önök asztalára 2010-ben. Ami most a 11 pontos népesedés politikai csomagból maradt, az a fél pont. Azért mondom, hogy fél, mert ugyan egy pont, de annak csak egy része lesz hatással a népesedésre. Ez a bizonyos rugalmas jel. Nagyon örülünk, hogy ezt átvették, végre megvalósítják. Ezt a szakirodalomban egyébként úgy hívják, hogy speed premium, tehát ez felgyorsítja a gyermekek születését. Bölcsidei férőhelyek, családi napközik hiányában azonban a munkahelyre való visszatérés nem fogja segíteni. Ez ugyanis egy olyan eszköz, ami ugye a rugalmas jel, hogy azonos idő alatt gyorsabban ki lehessen fizetni ugyanazt a támogatást, ez felgyorsítja a folyamatot, és ez nagyon helyes is, hiszen az is probléma, hogy később szülnek a nők, nem csak az, hogy nem tudnak visszamenni a munkahelyükre. Tehát ez egy helyes döntés, ezt támogatjuk. De ez nem fogja a munkahelyre való visszatérő segíteni, hogyha nincsenek megfizethető, elérhető és rugalmas családi napközik és bölcsödék, és ez ügyben pedig, hát ugye további küzdelmeink vannak az ügyben, hogy a bölcsödéknek a díjfizetését, a szülők terhelését valamilyen módon arányosítani kell végre. Nem lehet azt továbbra tartani, hogy egy családi napköziben irtozatos terheket teszünk a szülőkre, és ott nincs napközi, tisztelt hölgyeim és uraim, pontosabban uraim, mert egy nőt se látok a teremben, Hoffmann Rózsán kívül, tehát a képviselőtársak között. Szeretném az önök figyelmét felhívni arra, hogy a 10 000 fő alatti településen, és ezt önök pontosan tudják, nem kötelező ma bölcsödét létesíteni, tehát ott csak családi napközi van, de az óriási terheket rak a szülőkre. Erre 3 éve próbálunk egy alternatív javaslatban végre elérni változást, eddig nem hallgattak ránk. Én azt remélem, hogy miután sikerült a kötelező óvoda ügyben egy csatát megnyernünk, és például a kötelező óvodát immár családi napköziben is lehet teljesíteni, oda kell rakni mellé a pénzt, hogy ne a szülőket nyomorítsa el az, hogyha vissza akar menni dolgozni, és a gyereket el akarja helyezni. Ezzel szemben, ugye, amit még javaslunk, nem csak a gyedre kéne vonatkoztatni, ugye, amit önök rugalmas gyednek neveznek, ezt a gyesre is ki kell terjeszteni. Miért? Azért, mert szintén kutatásokból lehet azt tudni, hogy azokat a szülőket, akik nem munkaviszonyból mennek el szülni, hanem alanyi jogú gyest kapnak, hiszen nem volt TB alapú támogatása, jogosultságuk, nem volt munkahelyük, azokat sújtja a legjobban az, hogy 30 000 forintból, nem is egészen 30 000 forint a gyes, 8 éve nem volt indexálva, tehát ez nagyon súlyos romlást jelent, ugye 20%-ot romlott ez az egészen elképesztően alacsony összeg. Ezt nem rugalmasítják a jelenlegi javaslat szerint. Szerintünk pontosan ennek a rétegnek lenne arra szüksége, hogy hamarabb, úgymond összetorlódva, összegyűjtve ezt a 3 évre őt a munkavilágából eltávolító gyest összetudja sűríteni 1 évre, az már egész normális megélhetést jelent. 1 évre, 1,5 évre, 2 évre, ahogy tud, elhelyezkedik, és hogyha el tudja helyezni a gyerekét,
akkor adófizető polgárává válhat ennek az országnak, megerősödik önbizalmában is, anyagilag is, másfél-két éves korában, esetleg az új munkahelyén megerősödve elkezd gondolkozni egy újabb gyereken. Ez a megoldás, tisztelt hölgyeim és uraim, és nem pedig az, hogy kizárólag a felső középosztálynak a harmadik gyerek vállalására koncentrálunk, mert jelenleg a tömeget, a demográfiai statisztikákban a tömeget az alacsonyabb képzettségű, alacsonyabb státuszú, nehezebb helyzetben és egygyerekes családok segítésre kell helyezni, ugyanis ott van a tömeges növekedés lehetősége. Természetesen abban a közegben, amikben önök mozognak, jól kereső családok vállalnak harmadik gyereket, de ha nem látják a valóságot, ami vidéken van az emberek között, a valódi problémákat, akkor nem tudnak segíteni ezeken a népesedési számokon. Ugye a bölcsődei fejlesztés és családi napközik ügyében sokat beszélünk arról, hogy a normatíva számítás módját egységesíteni kell. Ez a költségvetés valamelyest ellép végre abba az irányba, hogy a bölcsődéknél megszűnjen az az elképesztően igazságtalan helyzet, hogyha aznap Pistike nem jön a bölcsődébe, akkor utána nem lehetett lehívni a normatívát. Ezt a javaslat most változtatja, nem tudom, ez kinek köszönhető, de talán valaki meghallotta, amit itt 3 éve mondunk. Viszont arra a kérdésre továbbra sem tudom a választ, hogy hogyan létezik az, hogy miközben önök szerint Magyarország jobban teljesít, közben a bölcsődei dolgozók olyan választ kapnak önöktől, hogy hát sajnos a gazdaság teljesítménye nem teszi lehetővé a béremelést. Akkor most hogyan is van ez? Magyarország jobban teljesít, önöknek állítólag célja az, hogy több gyerek szülessen, ehhez mérten a bölcsődei dolgozókat olyan éhbéren tartják, ami 6 éve nem volt indexálva. Gondoljanak bele, 70 és 80 ezer forint között keresnek azok, akik 20-30 éve dolgoznak a legkisebbekkel. Nem tudom, hányan pelenkáztak önök közül gyereket, de naponta 8-10-12-18 gyereket pelenkázni, fölöltöztetni és kivinni az udvarra és visszahozni, ez elképesztő fizikai munka. Én csináltam. Én egy héten keresztül dolgoztam bölcsődébe, hogy bemutassam azt, és ez 2011-ben volt, már 2011-ben felhívtam az önök figyelmét, hogy elképesztően kemény munkáért éhbért kapnak a bölcsődei dolgozók, és nem ezt érdemlik. De nem csak a gyerekekről van szó. Sajnos az idős gondozók is, és mindenki, aki a szociális szférában dolgozik, ilyen módon kap bért. Elképesztő alacsony bérekért dolgoznak azok, akik az önök és az én gyerekeimet, idős szüleimet és egyéb a társadalom rászoruló rétegeit ápolják, gondozzák és segítik. Azt gondolom, hogyha Magyarország jobban teljesít, és ez nem egy hazugság, hanem valóban jobban teljesít, akkor azt látni és éreznie kell a bölcsődei dolgozóknak is. Ha pedig nem teljesít jobban, akkor kezdjünk el arról beszélni, hogy az önök költségvetéséből hogyan lehet átrendezni, hogyan lehet áttenni forrásokat azokból, a presztízsberuházásokból, a kultúra és a művészet lenyúlásából, egy csomó felesleges kiadásból, olyan kiadásokba, amikben önök és mi valaha egyetértettünk, hogy a gyerekeink a legfontosabbak ebben az országban, tehát az ő gondozásuk, az ő magas színvonalú ellátásuk kell, hogy fontos legyen önöknek. Ha önöknek nem fontos az, hogy milyen körülmények között ápolják és gondozzák a mi gyerekeinket, akkor ez az egész családbarát duma, már bocsánat, de az csak duma, és elmondhatják, hogy akárhányan itt fölállhatnak, hogy hány gyerekük, unokájuk van. A valóság az az, hogy aki megalázza a bölcsődei dolgozókat ilyen bérrel, és aki nem segíti azt, hogy vidéken a nők munkába álljanak, mert el tudják helyezni a gyereküket, és meg tudják azt fizetni, az valójában nem családbarát, és azt valójában nem lehet büszkén támogatni. Én azt gondolom, hogy ami támogatható ebben a költségvetésben, azt mi támogatjuk, de ezekre módosítókat fogunk beadni, és természetesen alternatív költségvetést is készítünk, egy valóban családbarát és fenntartható rezsicsökkentést, zöld munkahelyeket, és egy felemelkedést, egy fenntartható és igazságosabb társadalmat építő valódi Magyarország felé, ami eltekintve ettől a kétoldalú megosztottságtól egy normális ország felé vezethet minket. Köszönöm, hogy meghallgattak.